Szevasztok, srácok! Gondoltam, csinálok egy kis vlog videószerűt. Ez a híd, ez epikul néz ki, de van ott egy másik. Az még durvább, mert az meg váltja a színét. Képzeljétek. És az a baj, hogy mégig ugyanolyan színű, de majd meg fogjátok látni. Ja, lejöttem egyet ide csavarogni. És brutálisan néz ki. Azt nem értem, hogy ilyen alap dolgokat miért nem csinálnak Zegen például. Hogy mondjuk egy olyant, hogy egy hír így legyen kivilágítva. És így most így áll a szín, de csomószor így fut rajt végig a különböző színekben, tök jól néz ki. A fény. Aztán nem vágom, hogy ezt miért nem csinálják meg ott is, például. Tök jó néznek ki ilyen, nem tudom, szerintem nem egy nagy költségvetése lehet egy ilyen fénynek. Zegen is például a felüljáron azért brutálul néz neki. Ez a baj nagyon nem látszik. Ja, egyébként arra van ugye az óváros rész, arra volt bandázás, meg erre meg a part, meg ott van elvileg az a túloldal, az meg egy ilyen bulis utca. De végig vannak a bulik, meg az ilyen beülős helyek. Itt meg, ha jól sejtem, ugye itt még az óváros rész van, fölöttünk, meg itt valami vár, valami győri várnak a maradványai is vannak. Bocs a minőség miatt, tudom, hogy nem valami fényes, de sajnos meg kell ezzel elégednetek. Kajak egyébként, tényleg jó ez a város. Szép. Nem gondoltam volna, hogy ennyire durva. Például én azt gondoltam, hogy Keszthely az így egy ilyen egész kis kellemes hely. Mármint így jól néz ki, ugye a Balcsi part meg minden. De például itt ennek az óvárosi része, ugye az egész ilyen sétáló övezet. Hát Keszthelyen a sétáló utcát így megszorozott tízzel, azt kb. Az akkor kapod meg ezt az óvárosi részt, és minden ilyen reneszáns stílusban van. Baromi jól néz ki. Itt is valami emlékmű. Azt hiszem, hogy itt van a két folyónak a találkozása, Rábáé és a Dunáé, és akkor itt már egy mederbe folynak tovább, itt egy ilyen Y elágazáson. Ja, és itt van a vár. Itt látjátok ezt a falat. Ez már a győri várnak a fala akar lenni. Felmegyek ide, aztán itt talán jobban meglátjátok. Egyik oldalt végig a folyó, másik oldalt meg ez a vár rész. Nagyon jól néz ki. Nagyon nyugis, meg ilyen romis hely. Pont így a várnak a sarka. Hajam szar. Ne nézzétek. Egy kicsit álmos is vagyok. Álmos fejem van, tegnap pihálás volt. Két üveg bor elfogyott. Ja, itt is végig ilyen virágok. Padok. Meg ugye ilyen másik oldalt, meg ilyen rakpart rész a folyónál. Ilyen. Azt hitték, hogy megdicsérted őket. Nem van a... És a dolárt figyeljátok, hogy a figyelhet. Közben ugye itt ilyen járókelők küldögélnek. Kutyusok. Sétáltatják a kutyust. Ja, meg egyébként végig itt hidak, hogyha megfordulok. Ott is már látjátok, hogy ott is egy híd. Na, tetszik egyébként, nagyon érdekes, jó ez a város. És innen ettől a résztől a lakás, az körülbelül egy ilyen 5 percre van. Úgyhogy nem egy veszélyes. Rengeteg fiatal van, ugye? Egyetemi város névén.
tényleg nagyon sokan vannak az utcákon ilyenkor is, úgyhogy zajlik az élet. Sokkal jobban, mint Zegen. Például Zegen ilyenkor, nem tudom, most van olyan 9-10 óra, nincs ember. Itt meg rengetegen vannak kint az utcákon. Ott is egy kutyus. Ott sétál egy kutyus. Ja, nagyon sokan vannak. Ott a hídon is mászkálnak, meg az óvárosi rész, a sétáló utcás részen, meg tényleg sokan. Meg nagyon sok a külföldi, főleg ugye a német, meg a szlovák. Nem is német, hanem inkább ugye német ajkúak. Osztrákok, tényleg baromi sokan. Szerintem Balcsi parton nincsenek annyian. Nézzék, az osztrákok mind itt. Ja. Ez van, tetszik tényleg, jó közel van a közé is, lakás is, itt hédrezek most, majd lesznek ilyen vlogok, úgy gondoltam, ilyen nagyon nem volt, aztán miért ne. Kajak, jó szar a minőség ennek a kamerának, de hát ez van. Jó van, srácok, elbúcsúzom. Lassan odaérek a kocsihoz, itt a parton van kapásból, biztos, aki Győrre ismeri, itt a parton van kapásból a parkoló. Aztán ott le tudtam lenni, itt is egy híd. Fasz tudja, mi a neve. Na jó, jók legyetek, srácok. Köszönöm a figyelmet. Csáááá.